Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A 90.9 Jazzy bemutatja. Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó? Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága. Hadnagy urak, merre vannak? A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hé, kik ezek az állati nyomozók? Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed, azért. Ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Optimista pénteket, 6 óra 32 perc van. Ez a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádióban Ács Gáborral. És Kántor Endrével, akiknek föl van kötve a... Nem, a lecke föl van adva. Hogy? Tegnapi műsor, hát ugye úgy ért véget, hogy egy óriási dicséretet kapott a tegnapi páros, úgyhogy nekünk ezt kellene megugrani. Illetve legalább a, hát ugye a boka szintig fölérni, úgyhogy most nagyon igyekezni. De ez csak fogunk. Születésnap miatt volt. Azt nem tudhatjuk. Azért dicsérték nem, fel az nem, Andrást, hogy csak hogy, a szülinapja hogy jó kedve legyen. Nem hiszem én ezt. Ne ebből induljunk ki, hanem kellő motivációval és önbizalommal induljunk neki a mai reggelnek. Okay. Akkor boldog névnapot kívánunk minden kedves Péter nevű hallgatónknak. Nem tudom, hogy tudtad, de hogy a Péternek a női párja a Petra, biztos, hogy megvolt ez. És a Petra ugye nem véletlenül Petra, mármint a város, mert hogy a kő, a szikla a Péter jelentése, onnan jön. Egyébként érdekes, hogy alakult ezekkel az apostolokkal, mert a Péter az ma még mindig szikla, de a pálma olaj. Fú, jó reggelt kívánok! Ez saját, szerzemény volt? Oké, király. Nem, nagyon nem számítottam rá, úgyhogy ez nagyon-nagyon föltözöm. Gyerekeimen tesztelem sajnos. Nem volt rossz. Gyerekeimen tesztelem ezeket, és az a helyzet, hogy nagyon nem szeretik. Nem? Nem, a kislányom ilyenkor rám szokott nézni, amikor készülök föl, és azt, hogy apa, nehogy ele lesz egy ilyen stratégiai szó. Ez engem most földobott. Oké, na. Még szóval, milyen napok vannak még, mármint névnapok? Azt mondja, hogy Robinetta, Tihamér, Robinson, Pető, nagyon boldog névnapot nekik. Milyen események vannak? Hát az már annyira nem vicces, és nem is vidám az első. 1945-ben ezen a napon történt, amikor amerikai csapatok felszabadították a Dachaui koncentrációs tábort. És hát nagyon érdekes, azon gondolkodtam idefele, hogy amikor jöttem, hogy mennyire változott, ugye a Twitter felvásárlás kapcsán, és érdekes a mai nap, mert a híres születésnaposok közül meg kell említenünk William Randolph Hearst, amerikai üzletember, sajtómágnást, aki azért ugrott be a Twitter felvásárlás miatt, mert ugye ő is lényegében ugyanazt csinálta, mint Elon Musk. Elon Musk egy óriási multimilliárdos, a világ leggazdagabb embere, és megvásárolt egy új fajta médiumot, egy új médiát megvett. Ugyanezt csinálta William Randolph Hearst is, amikor létrehozta a Hearst birodalmat, és... Ja, mesélni a múlt rovatunkban Pulitzer József kapcsán, illetve versenytársaként beszéltünk róla néhány héttel ezelőtt. Igen, és ugye lényegében ezt a fajta, ami még mindig Amerikában egyébként hasít, ezt a fajta könnyed, bulváros, ilyen nagyon színes újságírást meghonosította, de hogy én azt gondolom, hogy nem nagyon különböző az, amikor mostanában ilyen mogulok megvásárolnak egy újságot, egy kiadóvállalatot, meg akkor, mert ugyanaz van, hogy egy ember irányít, és ő mondja el, hogy mi lesz. Csak érdekes, a félelmek merültek fel a Twitterrel kapcsolatban, pedig szerintem a sztori az régi, tehát nem egy újdonság. Hát azért van egy óriási különbség, hogy ott az volt, amit ők írtak. Itt viszont
arról döntenek a mai mogulok, hogy az embereknek a hülyeségeit, a hazugságait, a félrevezetéseit hagyják, hogy megfertőzzék a többieknek az agyát. Igen, megváltozott a tehát azért egy óriási különbség, hogy csak az döntik el, hogy ők mit írnak, igen. És hogy a valóságtól mennyire rugaszkodnak esetleg el, vagy mennyire színezik a világot, most viszont, vagy mennyire fékezik a hazugságot és a hülyeséget. Ez egy különbség, viszont az, hogy mi az, ami az emberek elé kerül, és utána ők mit gondolnak, és hogyan lehet az embereket egy kicsit. Például a Hearstnek az egyik nagy kritikája az volt, hogy hát az igazi híreket nem juttatta el az emberekhez. Tehát egy kicsit ugye kivették a rossz híreket, kicsit kivették az, ami fáj, ami rossz, és hát legyen a színes, szép, új világ, stb. Bulvára sztorik. Tehát igazából egy hamis valóságképet nyújtott az emberek, egy hamis biztonságképet. Kicsit túl szép. Na de hogy a buborék az akkor is volt, csak egy kicsit máshogy működött. Na most ezzel kapcsolatban eszembe jutott, ugye, és főleg, hogy ma volt ez a dachaui koncentrációs tábor, hogy az a buborék akkor is létezett, mert hogy igaz, hogy voltak hírek és információk arról, hogy valami történik ilyesmi, de hogy ilyen durván, ilyen rendszerezett módon, ez nagyon sok mindenki számára akkor derült ki, amikor ott voltak, amikor meglátták ezeket a táborokat, és bementek. És tényleg ott látták, és fotókat készítettek arról, hogy mi történt. Szóval, hogy érdekes mi kapcsolatok vannak ezekkel a témákkal. Na, közben még az is volt, de ez egy olyan dolog, ez a sajtó téma szerintem, meg a buborék, és hogy a véleménynek a formálása, amiről majd beszélgethetünk hosszabban, most nem alkalmas rá ez a korai pár perc itt adásnál, de szerintem mindenképpen elő kell vennünk. Hát figyelj, ez most egy nagyon forró téma, és nagyon fontos téma, úgyhogy nem is tudom, hogy igazából ki az, aki ennek a, úgymond a szakértőjéről, mindenkinek van nyilván véleménye, de röviden, leegyszerűsítve, csak annyit állapítatunk meg tényként, hogy egészen elképesztő felelőssége van ezeknek a cégeknek, igen. A világ sorsában, illetve változásában, illetve hogy az, hogy hol húzod meg azt a határt, ahol már azt mondod, hogy ez már olyan káros, hogy már túl van a szabad véleménynyilvánításon. Igen, hol van a cenzúra? Hol az a vonal? Na ez az, hogy fölmerül a cenzúra kérdése, mindenki más, tehát akinek nem tetszik az, hogy a saját hazugságát, vagy a saját agymenéseit és hülyeségeit mondjuk esetleg nem akarják terjeszteni, vagy mondjuk tovább engedni, az rögtön cenzúrát kiállt. Ezzel kapcsolatban mondok egy olyan érdekes tényt. Hol van a határ, és hogy ez hol célszerű meghúzni? Nemrég beszélgettem a Deloitte-nak a szakértőivel, és utána néztek annak, hogy azok a hírek, amik az 5G, a Wi-Fi káros hatása, 5G káros hatása, és ez a típusú hír csomag, ez hogy érkezik be információ, mitől, hogy terjed el, és 4 darab profilt állapítottak meg a Facebookon, amin keresztül ez bejön Magyarországra. Azok közül 3-ról nem lehetett tudni, hogy azok közül egy volt az, akinél a legnagyobb koncentrációja volt ennek, és általában, teljes egészében lefordított anyagok voltak. Tehát az, hogy ez direkt történik, persze valaki lefordítatja ilyen intelligens, mesterséges intelligencia fordítóval ezeket a cikkeket, és áthúzza, de hogy terjed el utána elterjed, a közösségi médiában, és megjelenik, mint egy információ, mert nagyon sokan megosztják. De a pontok, ahol bejönnek, az 4 darab profil. Azért az érdekes, nem? Hogy fújódik egy buborék. Na, de jó, tök jó téma, beszéljünk róla. 1885-ben volt ma, amikor az Oxfordi Egyetemen első alkalommal levizsgázott egy nő. Úgyhogy ez 1885. És híres születésnaposok közül említettük a sajtómágnás William Randolph Hearst-öt, Duke Ellington is ezen a napon született, illetve Máté Gábor, Kossuth Díjas magyar színész, színigazgató is 1955-ben, Daniel Day-Lewis, ő 3-szoros Oscar-díjas, brit-ír 2-s állampolgár. Ezt nem tudtam róla, hogy 2-s állampolgár, minden esetre ír színésznek tartja magát. Miért? Emlékszel? Miért kapta az Oscarot? Hát az apám nevében szerintem, az majdnem biztos. Volt az a filmje, amikor azt a festőművészt játszotta, a festőt, aki a lábával festett, hogy
Na jó, ezt megnézem, hogy mi volt a három osztály. Nem emlékszem pontosan. De talán az apám nevében ezt megelőlegezem neki. Oscar D. azt mondja, hogy a bal lábam volt, igen, a volt a másik, a bal lábam, arra is jól emlékeztem, az apám nevében jelölték, nem azért kapta, a vérző olaj és a Lincoln. Aha. Az volt még. Érdekes. Érdekes, aha, oké. Azt nem gondoltam. New York bandáiért is jelölték, meg a Phantom Cell című filmért is jelölték, de hát BAFTA díjat is kapott nagyon sokat, az utolsó Mohikánban például jelölték. Az egy nagyon klassz kis, hát klasszikus. Na, aztán Michelle Pfeiffer, Golden Globe-díjas amerikai színésznő, ő is ma született. André Agassi, amerikai teniszező, magyar tőzsdei befektető, tőzsdei cég tulajdonos, ex, arc, és Uma Thurman, amerikai filmszínésznő is. Júj, de kár, hogy erre nem jutott eszembe. Ez jó lett volna bejátszani azt a zenét. Melyiket? Hát Umához kapcsolódóan. Hú, nagyon sok. Minden most jutott eszembe. A Kill Billből, a motoros jelenetből. Például. Az egy zseniális. Na mindegy. És ma van a táncművészet világnapja, mert hogy Jean Nover, francia balettáncos, koreográfus is ezen a napon született, és ezért 1982 óta ma tartják ezt a napot. Na hát ezt majd valahogy kiegyengetjük ezt a csorbát jövő héten. Ez van. Na mindegy. Battle Without Honor. Ez az. Annak nagyon jól össze lett rakva, annak is a tracklistje, annak a filmnek is. Na jó, jöjjön az első zene, és akkor utána megyünk tovább lapszemlével. Küldjetek nekünk hozzászólásokat, kérdéseket 06 30 20 10 909, infokukac@milastegeli.hu és a Messenger alkalmazás. Get your bets down, ladies and gentlemen.